számodra, számotokra Európa? Hát én őszintén megmondom, hogy nekem egy ilyen elég összetett sokrétű dolgot jelent Európa. Így én legelőször úgy éreztem Európát, hogy amikor csatlakoztunk az egyetemen, egyre több külföldi diák jelent meg, egyre könnyebb volt kiutazni. Nagyon sok jó barátom, mivel nagyon könnyű volt kiutazni, ezért kiment munkát vállalni, nem jöttek vissza. Így szinte elfogyott a baráti köröm. Én is kimehettem volna nagyon könnyen Európába, de én úgy döntöttem, hogy itthon maradok, mert szeretek itthon maradni. Szabad átjárhatóságot jelenti. Az, hogy az embernek így nincsenek kötöttségei, mindenki oda megy, ahova akar, szinte azt csinál, amit akar. Többsége úgy nem a politikailag látja ezt, hanem így inkább a barátságot. Én összességében úgy ebbe az Európai Unióba úgy egy picit csalódtam, mert azt hittem, hogy ez egy ilyen még jobb dolog, hogy milyen könnyű lesz munkát kapni, így milyen jó lesz így függetlennek lenni, és hogy itthon sokkal jobban meg fogjuk érezni azt, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk. Látjuk így a nagy felújításokat, épülnek a parkok, meg ilyenek, de úgy az átlag ember élete valahogy nem nagy, ugyanolyan. Átlag magyarnak ugyanúgy folyik az élete, tehát nem nagyon érzek különbséget. Milyen hatással van az Európai Unió az életetekre? Az az igazság, hogy nekem úgy konkrétan nem volt eddig így hatással. Azon kívül, hogy egy-két ilyen nagyobb uniós pályázatnak a sokadik résztvevőként így a munkáinkkal részt vettünk. Én dolgoztam például a műholdas megfigyeléseken, a mezőgazdasági támogatásoknak a megfigyelésein, illetve az osztályozásán, ellenőrzésén. Üzennétek a Brüsszelben dolgozó embereknek? Hát én nekem egy jó barátom is kint dolgozik, és én neki azt üzenném, hogy minél több dolgot meséljen el, ami itthon van, és ő meg minél több dolgot próbáljon arra törekedni, hogy adjon át, ami ott van, mert szerintem így a többségünk, ami Isten igazán jó volt, Brüsszelbe folyik, úgy a háttér folyamatokat meg ezekről szinte így, itt semmit nem tudunk. Azt üzenem nekik, hogy azt, ami itt van, és jó dolog, azt vigyék át, és ők pedig hozzák át, ami ott történik. És jó lenne megtudnunk, hogy tényleg mi történik ott, hogy nekünk ez miért jobb, miért rosszabb.